26-szor is elégedetten zárták a szervezők a fesztivál 5 napját. Az idén elsősorban a régió néptánc kultúrájának gazdagságát mutatták be az Interetnón. A fesztiválra látogatókat kirakodóvásár, gasztronómiai különlegességek és borutca, valamint számos kísérőprogram várta. A táncpanorámákon kívül fantasztikus koncerteket sikerült elhoznunk, közismert világzenei előadókkal, akik tényleg európai vagy világszinten teljesítettek ezen a színpadon. A fesztivál zárónapján Csík János új felállásban mutatkozott be, a Mezó együttessel zenélt. Az a fontos, hogy vannak olyan saját zenei gondolataim, amit ezek a fiúk jó kedve, jó szíve megcsinálnak. Hát még a közönségnek meg kell, hogy ismerjék, és majd eldöntik, hogy szeretik-e. Az utókornak címezve 150 éves a Népkör Magyar Művelődési Központ elnevezésű gálaműsort külön erre az alkalomra írták és rendezték. Az a gondolat vezérelt bennünket, hogy csináljunk egy visszatekintést. Tehát a 150 év, ez egyrészt azt gondolom, hogy egy nagyon széles spektrum, vagy elég hosszú időtartam, nagyon kerek szám, és mindenképp fontosnak tartottuk azt, hogy bemutassuk, hogy honnan indult ez a történés, honnan indult a népkör. Az előadás dramaturgia Brestyánszky Boros Rozi, rendezője pedig Hajdú Tamás volt. Az idei fesztivál ugyan véget ért, de a Népkör Magyar Művelődési Központnak a jövőre vonatkozóan számos terve van.